Szeretettel köszöntünk mindenkit a Mi Hazánk Mozgalom mai sajtótájékoztatóján, ahol Grunner Andrással, a Mi Hazánk Mozgalom főpolgármester jelöltjével együtt mutatjuk be a budapesti programunkat. Ugye ez megint egy jó hír, talán már megszokhatták a Mi Hazánk Mozgalomtól a választópolgárok, hogy mi mindig elsőként vagy elsők között bemutatjuk a programunkat. Így volt ez már 2019-ben az európai programunkkal, választási programunkkal, így volt ez az országgyűlési választások előtt a Víradat programmal, és így van ez most az idei 2024-es önkormányzati választások kapcsán a Budapest programunkkal. Mi azt gondoljuk, hogy, és ezt törvényerővel is szeretnénk kikényszeríteni az országgyűlésben, hogy minden választópolgárnak joga van megtudni azt egy induló jelölt, egy induló párt esetében, hogy mit akar képviselni, mit akar megvalósítani, és azt, hogy ma Magyarországon nem lehet tudni, hogy mondjuk a Fidesznek mi a programja, azt egy óriási problémának tartjuk, mint ahogy azt is, hogy a balliberális oldalon pedig azt sem látjuk, hogy kik vannak egészen pontosan, vagy hogy kik irányítják, kik állnak a háttérben. Mi ebből a szempontból nyílt lapokkal játszunk, tehát nekünk itt van a programunk, ezt szeretnénk ma bemutatni, és néhány mondatban erről beszélni. Én magam a program elejéről, talán első fejezetéről szeretnék pár szót elmondani, utána pedig átadom a szót Grunner Andrásnak, a főpolgármester jelöltünknek, aki utána még szintén röviden ismerteti a program lényegét, és mindenkit arra buzdítunk, hogy online módon, interneten könnyen hozzáférhető, a saját weboldalunkon keresztül is töltsék le ezt a programot, olvassák el a programot, és természetesen, ahogy eddig is, a jövőben is várjuk a további ötleteket, javaslatokat, hiszen nyilván mi sem vehetünk észre mindent, lehet, hogy van olyan, ami még nincs ebben a programban benne. Amit azonban én itt ebből a programból az elején szeretnék kiemelni, az a fajta koncepció nélküliség, az a fajta terv nélküliség, ami jellemzi a fővárost, és ennek a egyik ilyen eklatáns példája a Mini Dubaj névre keresztelt, vagy a kormány által Maxi Dubajnak nevezett beruházás lenne, aminek kapcsán látjuk azt, hogy nincs egy komplex, nincs egy egyértelműen kidolgozott fővárosi fejlesztési elképzelés. Látjuk azt szintén az ügy kapcsán, hogy semmiféle kommunikáció nincs a főváros vezetése és a kormány között, és a kibontakozó vita hatására könnyen bekövetkezhet az, hogy a végén a magán befektető, ez a külföldi befektető egyszerűen elmegy innen, elmegy a kedve attól, hogy Magyarországra óriási összegeket, vagy Budapestre óriási összegeket befektessen, és mondjuk elmegy Lengyelországba, és mondjuk Varsóban fogja megvalósítani, vagy Romániában, és mondjuk nem tudom, Temesvárban, Bánátban fogja megvalósítani ezt a beruházást. Ehelyett mi azt szeretnénk, és a programunkban is hivatkozunk erre, hogyha leülne egymással a kormány és a főváros vezetése, lenne valamiféle közös fejlesztési koncepció vagy elképzelés, és minden egyes befektető, külföldi befektető, aki szeretne valamilyen beruházást végrehajtani Magyarországon, már ezekhez tudna idomulni, és mondjuk, hogyha beruházást szeretne, akkor azt tudnám mondani a főpolgármester kormánnyal egyeztetve, hogy mondjuk az egy turisztikai attrakció legyen, vagy egy olyan jellegű beruházás legyen, amiből egész Budapest valamilyen módon tudna profitálni, és azt is kiköthetné, hogy ehhez, mivel ebből profitja keletkezhet egy magánbefektetőnek, ehhez milyen infrastruktúrális fejlesztéseket hajtson végre a saját zsebéből. Ne az legyen, ami ma Magyarországon van, hogy ide jön egy magánbefektető, akár vidéken, akár Budapesten, ugyanezt szoktuk látni. Ő egy profitorientált beruházással jön Magyarországra, tehát nem csak arról van szó, hogy munkahelyet létesít, hanem ő bevételt, profitot akar magának termelni, de az ehhez szükséges infrastruktúrát az pedig az állam pénzén, az adófizetők pénzén építik ki. Ezzel nem értünk egyet, mi azt gondoljuk, hogy ebben az esetben is a magánberuházó is járuljon hozzá a saját érdekében is, a köz érdekéhez. És amit ebben a programban mi konkrétan leírtunk, kiemelt jellegű ilyen terület, az Budapest szempontjából a turizmus lehet. Látjuk azt, hogy Budapest felkerült a világtérképre turizmus szempontjából, egészen elképesztő számokat is tud produkálni Magyarországon, elsősorban Budapesten, a budapesti turizmus. Ebből nagyon komoly fejlesztések lehetnének, ha erre lehetne építeni ilyen beruházásokat, akár a magántőke bevonásával is, de jelenleg nincs ilyen koncepció, tehát a budapestiek elsősorban ebből a nagy volumenű turizmusból azt látják, hogy részeg
külföldiek sétálnak hajnalban Budapest utcáin, meg azt látjuk, hogy különböző ilyen bűnszervezetek ráépülnek a turizmusra, és szépen átverik, vagy lehúzzák a turistákat. Ez nem jó, ami Budapesten van. Rendet kell tenni a turizmussal kapcsolatban. Olyan turisztikai beruházásokra van szükség, akár a magántőke, ahogy mondtam, bevonásával, amivel nem egy napra, nem bulizni jönnek csak ide a turisták, hanem akár itt maradnak egy hétig, elhozzák a gyermekeiket, családi programok vannak, és ebből nagyon sok budapestinek bevétele, megélhetési forrása lehetne. De mivel nincsenek ilyen koncepciók, nincs ilyen együttműködés, ezért ezek nem tudnak megvalósulni. Én a turizmust emelném ki Budapest vonatkozásában, mint egy kitörési lehetőség. Ma is ugye a össz-GDP vonatkozásában is látjuk, hogy nagyon komoly arányjal, nagyjából olyan 10%-os arányjal vesz már részt a magyar gazdaság tekintetében a turizmus, a turisztikai bevételek, hát ez sokkal magasabb lehetne, hogyha lenne ilyen koncepció, hiszen Budapest a húzó ereje a magyarországi turizmusnak, és hát ehhez kapcsolódóan pedig egy nagyon komoly infrastruktúra fejlesztést szeretnénk Budapesten végrehajtani, ahogy mondtam, magántőke bevonásával is, az úthálózat teljes felújítása szükséges Budapesten, vállalhatatlan minőségben vannak az utak Budapesten, és az infrastruktúrális beruházások mellett nagyon sok egyébre is szükség van, de azt majd akkor főpolgármester jelöltünk, Grunder András fogja elmondani, és akkor át is adom neki a szót. Úgy gondolom, hogy eljött az ideje, hogy Budapesten a politikai kampány a választások során végre egy komoly irányba terelődjön, komoly hangvételű vitákra lenne szükség. Az eddigi gyakorlat az politikai frázisok pufogtatásáról, mellébeszélésről szólt, mihez képest egy gyakorlatilag megközelítéssel operáltunk a Budapest program megalkotása során. Feltártuk, hogy a lakosságnak a közszolgáltatásokkal kapcsolatban mik a legfőbb problémái, és ezekre gyakorlatilag átlátható, kézzelfogható megoldási javaslatokat nyújtottunk. Ebben a programban összefoglaltuk mindezeket, egy rendkívül szerteágazó és terjedelmes, mint egy 16 oldalas programot hoztunk létre, amelynek most eltekintek a részletes ismertetésétől, de a honlapunkon online elérhető. Ez a program nem csak a belpesti értelmiséghez, a belvárosiakhoz szól, hanem egész Budapesthez, ezért úgy gondolom, hogy szakítva a liberális hagyományokkal, tényleg mindenkit sikerül ezzel a programmal megszólítanunk. Tudom, hogy nem vagyunk a bölcsek kövének a birtokában, ezért ezt a programot vita alapnak is szánjuk. Reméljük, hogy inspirálni tudunk vele más pártokat, és tényleg a jövőről szóló, Budapest jövőről szóló vita egy értelmes, gyakorlatilag megközelítési mederbe terelődik. A Mi Hazánk mozgalom úgy látja, hogy a programjainak a igazi célja mindig az kell, hogy legyen, hogy az emberek jobban éljenek. Ezért mi mindig azt tartjuk szem előtt, hogy valahogy egyszerűsítsük az emberek életét, egy fővárosi önkormányzat ne nehezítse, hanem tegye könnyebbé az itt élő sorsát. A Mi Hazánk mozgalom rendet teremt, és élhetővé teszi a fővárost.